fiatal tehetségek. Akik operaénekesi pályára vágynak, és ezért mindent meg is tesznek. 15 éves lettem, amikor bejelentettem, hogy én énekes szeretnék lenni. Úgy láttam, hogy nagyon tetszik neki, amit csinálok. Szegeden vagyunk. A város nem csak látványosságairól, oktatásáról, hanem virágzó kulturális életéről is híres. Itt rendezik meg több mint két évtizede a Simándi József nemzetközi énekversenyt is, amely Magyarország és a Kárpát-medence nemzetközileg elismert, magas színvonalú énekes olimpiája. Több mint 20 éve áll a tehetségek szolgálatában, az opera művészei közül számos énekest fedeztek itt fel. A versenyt a 90-es évek végén a Szegedi Zeneművészeti Kar frissen kinevezett tanszékvezető professzora, Temesi Mária operaénekesnő alapította egykori énektanárával Sinkó György operaénekessel. Küldetése, hogy felfedezze az ifjú énekeseket és segítséget nyújtson a pályaindulásban. Példaként és egy kiállítással is emlékezve a verseny névadójára, Simándi Józsefre, akinek operaénekesi pályája 1946-ban indult el innen, Szegedről. Idén különösen nagy öröm, hogy végre megrendezhették a találkozót. A Covid miatt ugyanis többször el kellett halasztani, más dátumot kellett választani neki. Itt van a nemzetközi zsűri, amely hazai és nemzetközi szaktekintélyekből tevődik össze, és majdnem 120 versenyző versenyez ismét. A második napon forgattunk, amikor is a második és a harmadik korcsoport elődöntői zajlottak. Reggeltől estig körülbelül 40 énekest hallgatott meg, majd döntött továbbjutásukról a nívós szakmai zsűri. Ez még mindig az a fázis, amikor igenekkel és nemekkel határoz a zsűri. A verseny előtt körülbelül fél órával vagyunk, kint a regisztrációra készülnek. Bent a színpadon, pedig az első produkcióra. Szenthelyi Krisztián Harazdi Miklós zongora művésszel próbál. A mindössze 23 éves bariton 2015 óta több száz koncertet adott szólistaként, neves énekművészekkel, többek közt Miklós Erikával, Kertes Ingriddel és Kovács Kolossal is egy színpadra állhatott már. Az elődöntőre kedvenc zeneszerzőjétől, Csajkovszkitól hozta a Bálesti zajban című dalt. De ígéretes tehetség Kis Attila Andor tenor is, aki a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának másodéves hallgatója. Kacsó Pongrácz János vitézéből az Én a pásztorok királya című dallal készült az elődöntőre. Kukorica, kukorica, a résztvevőknek fontos megmérettetés ez a verseny. Ez a verseny nekem nem arról szól, hogy valakit leutánozzak hangilag, külsőleg, hanem tényleg az, hogy a szívemet, lelkemet oda tudjam eléjük tárni. A mostani állapotomban megismer a szakma, ami ugye nagyon fontos a mi pályánkon, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos állomása egy énekes számára, hiszen nagy múltja van a versenynek. Pontosan tudjuk, hogy nagyon neves szakmai zsűri bírál minket. És nem csak magyarok, hanem külföldi énekesek is részt vettek, például a tehetséges horvát szoprán Josipa Bilic. Most important thing maybe is that this competition is live and that we don't have to record ourselves because of the whole situation, and it is very it is much easier for us to sing in front of the jury and not to send some kind of recordings, you know, so I think it's a good thing now. A zsűri egész nap figyeli a produkciókat, több szempont alapján értékeli a versenyzőket. Nagyon nagy felelősség a zsűriben ülni, azt gondolom mindannyiunknak, bármilyen verseny, bármelyik zsűri tagjának, hiszen egy bizonyos színvonalú produkciókon énekel mindenki. Nekem nagyon fontos, hogy valakinek látszódjék az arcán az, amit énekel. Szeretem, hogyha valaki egy kicsit megmozdul a zenére. Itt most 12
fajta detektor monitorozza a versenyzőket, tehát hogy az a lényeg, hogy tehetséget nem ulasszunk el. Mennyire tudja valaki kitölteni és az, a muzsika hiteles tolmácsolással prezentálni a művet, ezt egyrészt van, akinél nagyon hallhatóan meg lehet ítélni, de van, ahol nagyon-nagyon kell figyelni. Én azt szoktam mondani, hogy én a szeretet alapú énekiskolát viszem. Lehessen odafordulni egy idősebb kollégához, és azt mondani, hogy figyelj, ez nekem nem megy, mondj valamit. Lesz olyan, akit az ember egy kórusba javasolna, még olyan is van, pont vagyok túl, most vagyok túl egy ilyenen, akinek azt javasolnám, hogy ne foglalkozzon ezzel, mert ebben a korban már nincs értelme, de azokat meg kell találni, akikben van annyi tehetség, hogy színpadra kerüljenek. A verseny 2018 óta kulturális örökség, idei létrejöttét a többi közt az Emmy és az Opera is támogatta. A második napon az elődöntőből 20 fiatal művész jutott tovább, köztük Josipa Bilics, Kis Attila Andor és Szenthelyi Krisztián is. Klappolt a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy most minden együtt volt, ami szükséges ahhoz, hogy jól énekeljek, jól érezzem magam. We are all here to show our best. Remélem, hogy kimondhatom majd vasárnap, hogy kategóriámat megnyertem. Mert ugye mindenkinek ez a célja. A verseny győztesei a pénzjutalmak mellett komoly fellépési lehetőségeket is kapnak, például a Magyar Állami Operaházban, a Művészetek Palotájában, Szeged Kulturális Intézményeiben, a Kolozsvári Operában, a Temesvári Operában, és további 5 nagy magyar, de külföldön lévő kulturális intézményben, Londonban, Belgrádban, Bécsben, Helsinkiben és Moszkvában is. Ha kíváncsiak a résztvevők eredményeire és tovább néznék a részleteket, a díjkiosztó gálakoncerten ezt megtehetik, amit az M5 is közvetít.